A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt az idei szezon utolsó kezdőkör adása. Véget érnek ugyanis lassan minden sportágban a bajnokságok, versenyek, nem mint hogyha ilyenkor ne lenne miről beszélni. Én például azt gondoltam egyébként a egy héttel ezelőtt, hogy ezt az utolsó adást majd hát ilyen komolytalan sztorizgatásnak szenteljük, és beszélgetünk kicsit a Bajnokok Ligája döntőjéről, amelyet ezen a hétvégén rendeznek, mindegy megkoronázva és lezárva a teljes európai futballszezont. Hát aztán ember tervez, mól végez, akadt más téma is, amelyről mindenképpen kell beszélnünk, bár azt is hittem őszintén szólva az előző hetek után, hogy mivel gyakorlatilag egész tavasszal más se csináltunk, mint a Vidiről beszéltünk, meglehetősen nekikeseredett hangrendben, hogy végre lezárhattuk ezt a dolgot, megvan a bentmaradás, elmegy a csapat pihenni, mi is egy kicsit másról beszélünk. De hát muszáj megint erről a témáról is, de legalább szó szerint válogatott csapat jött össze itt most a kezdőkör stúdiójában a szezonzáró adásra. Itt van velünk Kajzer Tamás, barátom, kollégám, a sportál.hu szerkesztője, korábbi válogatott triatlonista, talán még jobban témába vágóan Rutka János. Csak mi vagyunk ketten kakukkolások? Rutka Janit, aki 24-szeres magyar válogatott labdarúgó, televíziós szakkommentátor, szakértő, blogger, mostanában is számtalan felületen a magyar és a nemzetközi sport kommentátora tulajdonképpen, Horog László válogatott sportújságíró, Gyulai díjas. Tényleg próbálnak téged is valahogy feltupírozni, Laci. Tehát mindig megszeppenek, ha Jani mellett ülhetek. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazán avatott társaság abban a témában is, amely egyébként azt gondolom, hogy hát olyan emberekből is kihozta az igazmondót vagy a megmondót, akik talán nincsenek ilyen mélyen benne a magyar sportban. Hát a magyar foci mindig ilyen. Egy héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a MOL Fehérvárnál ideje levonni a tanulságokat, feltenni az új tervet az asztalra, nekilátni ambiciózusan és lehetőleg gyorsan egy új csapat alakításának, amelyet majd nem érnek ilyen kínos meglepetések. Aztán eltelt néhány nap, és robbant a bomba, kiderült, hogy nem is fogják már így hívni ezt a csapatot. 13 év után a magyar energetikai óriás cég kiszáll a fehérvári labdarúgás szponzorálásából, és jelen pillanatban csak azt tudjuk, hogy FC Fehérvár néven fog szerepelni a csapat. Ugye ez előtt volt szponzori név, de ezen a néven a nemzetközi kupában egyébként játszott már a fehérvári csapat. Kérdés, hogy fog-e még a közeljövőben, nem azt akarom mondani, hogy valaha. De hát nagyon-nagyon sok kérdőjelet hagyott ez a döntés maga után, olyannyira, hogy a klub honlapon, amely pedig Magyarország egyik legattraktívabb és általában legtöbbet frissülő klub felülete, napokig gyakorlatilag a szükszavú közleményen kívül semmi nem történt. Kicsit az volt az ember érzés, hogy vagy elküldtek mindenkit szabadságra, vagy tényleg ez a teljes, még a benfentesek által is homály uralja ott is a hétköznapokat. Kezdjük azzal talán, hogy mennyire volt ez sokszerű ez a dolog. Nagyon sokat beszéltünk róla, hogy milyen változások kellenek. Beszéltünk arról is, hogy a tulajdonos szándékai is nehezen tetten érhetőek, vagy érthetőek az elmúlt időszakban, de talán azt, hogy ilyen mérvű, hát nem túl pozitív üzenetet hordozó változás történik egyik napról a másikra, ezt azért talán nem vártuk. Én nem lepődtem meg. Őszintén. Jó, hát tehát a benfentes újságíró. Nem tudta, hát senki nem tudott róla. De én egyáltalán nem lepődtem meg, hogy ez bekövetkezik, hiszen nyilván egy szponzor nem azért támogat egy csapatot, hogy ez a kiesés elől meneküljön, még akkor sem, hogyha tényleg többször elmondtam, hogy ez a 12 csapatos NB1, ez azért baromi veszélyes, meg tényleg nagyon-nagyon éles az utolsó pillanatig, de én tényleg nem lepődtem meg, de hát hogyha a zuhanyhíradós hírek igazak, akkor már komoly gázzal tart ide egy autóipari óriás. Hát majd ezt megbeszéljük, hogy milyen hírek vagy találgatások vannak.
Abból a szempontból, tehát tényleg a logika mentén valóban talán lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon rossz szezon után egy olyan főszponzor, amelynek ugye nemzetközi híre, neve van, de az, de most figyelni kell. Fontos, de az fontos elmondani, hogy nem az van, hogy egyik pontra a másikra most, de nem egy meglévő szerződés mondott föl, hanem lejárt a szerződés, és nem hosszabbítja igen, meg. Igen, mint ahogy az elmúlt 13 évben gondolom, hogy néhányszor lejárt, és nem merült fel ez a forgatókönyv. Tehát ha csak azt néznénk, hogy van egy szponzor, akinek nem tetszenek az eredmények, és kiszáll, de azért a magyar labdarúgás hátterét ismerve, azt, hogy milyen szinten támogatja, akár irányítottan, célzottan, közvetve a magyar állam a labdarúgást, hogy az ászlós hajónak kinevezett csapat éléről az állam egyik legnagyobb cége távozik, azért a MOL nem nevezhető egy hétköznapi szponzornak. Eznek mintha lenne üzenetértéke, nem? Én is úgy gondolom, számomra mondjuk egy picit így visszaadta azt a reményt, hogy azért mégiscsak működik valami piaci alapon is a magyar labdarúgáson, mert ha igaz, amiről Tomi beszél, akkor valószínűleg ez van a háttérben, hogy nyilván egy ilyen az egyik legnagyobb és legjobb magyar cég, az nem adhatja a nevét ahhoz, hogy valaki a kiesés ellen küzd. Azzal mondjuk nem feltétlenül értek egyet, hogy persze a bajnokság lebonyolítása az nem jó, nincs olyan a környezetünkben sem olyan 12 csapatos bajnokság, ahol fix két kieső van, olyan van nyilván, hogy egy kieső és egy osztályozós, és hogy ez egy picit megnehezíti a fiatalok kérdését, megnehezíti azt, hogy mennyi magyar játékos szerepeljen a bajnokságban, különben még mindig a környezetünkben a legtöbb szerepel az NB1-be. Viszont azért nem értek vele egyet, mert ilyen lehetőségekkel, meg ilyen háttérrel, amivel rendelkezett a Fehérvár ebben az évben is, a játékos állománya alapján is sokkal jobb helyen kellett volna, hogy végezzen. Ugye a tavalyi évben ez a csapat persze... Tudom, hogy nem mindenki szereti, de szerintem ilyen általános viszonyítási alapként azért lehet használni, hogy a csapatnak a csapat keretének az összege, összértéke az 26 millió volt, amikor elindult ez a szezon. Most 16 milliónál tart. És hogy ebben kinek mekkora a felelőssége van, hogy elértéktelennek a játékosok, olyan játékosok, akik azért szerintem kifejezetten jó minőséget képviselnek, hogy fordul az elő, hogy 2019. november óta, amikor ugye elküldték Nikolicsot, itt az elmúlt két és fél évben, közel két és fél évben 7 edző és 3 sportigazgató ült a saját székében és a helyén. Ez nyilván egy hatalmas nagy kérdés, de számomra mondom, nem itt van a fő probléma, mert ahhoz, hogy idáig eljusson egy egész helyzet, ahhoz vezetőségi szinten kellenek a nem túl megalapozott döntések. Nagyon különleges kérdéseket vett ezért fel, és tényleg ne tegyünk úgy, mintha tényleg nem tudnánk dolgokat a magyar futball, és konkrétan a Fehérvári kapcsán. A MOL vezérigazgatója és a Fehérvár tulajdonosa, az, hogyha a magyar gazdaságot, akár a társadalmi ranglétre elfoglalt helyeket nézzük, tulajdonképpen egy polcon van két vezető üzletember Magyarországon. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez ilyen döntés úgy szülessen meg, hogy az egyik leszól a másiknak, és felhívja, hogy figyelj, innentől nincs lóvé. Biztos, hogy kellett lenni valamiféle egyeztetésnek, valamiféle lehet, hogy nem túl békés hangul, lehet, hogy nem túl nyugodt, lehet, hogy az egyik által a másik felé kifejtett szemrehányásokkal teli eszmecserének. De azért itt nem az van tényleg, hogy egy kis csapat kuncsorgott, és éveken át megköszönti, hogy egyáltalán adnak neki valamit, hanem itt a gazdasági és a hatalmi hierarchia csúcsán dőltek el valószínűleg ezek a dolgok. És azért mondom, hogy főleg a klub jövőjét tekintve vett fel ezt kérdést, hiszen a Fehérvár tudjuk, hogy kiemelték valamikor a magyar futball közegéből, olyan lehetőségeket teremtve, amivel nagyon kevés egyesület rendelkezett, vagy rendelkezik a mai napig. És én ezt a jövőt teszem fel igazából, hogy ez most akkor végleg a múltéje, vagy csak arról van szó, hogy valóban a MOL mondja azt, hogy az ő presztízséhez nem fér hozzá egy negatív jelzőkkel tarkított szezon. Engem igenis meglepett ez a bejelentés, mert ha ez a csapat kiesik a második vonalba, akkor teljesen egyszerű a képlet. A MOL ilyen tekintetben maradhatott volna, hogy hozzájárulunk egy nagyszerű projekthez, hogy újra nagyra tesszük a Videótont. És én úgy gondolom, hogy a MOL, mint a vezető magyar kvázi állami cég, igenis ismerve a miniszterelnök elhivatottságát a futball iránt, nem tartom valószínűnek, hogy nem vállal a szerepet a magyar futballba. Itt az ember próbálja tovább gondolni, hogy logikus lenne mondjuk esetleg egy győri projekt, hiszen Dunaszerdahely, Slovnaft, tulajdonosi kör még életszerű is lenne, csak én nem gondolnám, hogy a magyar olajipari cég most egy másodosztályi középcsapatnál indít.
Tehát valami történhetett, de azt én úgy gondolom, hogy tudják a Karmelita Kolostorban, és ez a két úriember, és még úgy gondolom a Székesfehérvár polgármestere, sőt a sportotfejű alpolgármester sem tudja, hogy mi történt egészen pontosan, vagy mi a következő lépés. Hát azért azt szögezzük le, hogy nyilvánvalóan eddig sem azért támogatta a MOL a Fehérvárt, mert hogy ezáltal több benzint adtak el Magyarországon. Szóval nyilvánvalóan ennek... Voltak a csapatnak nem is flottája, tegyük hozzá. Azért mondom, de hogy ebből a megközelítésből ugye egy picit ellentmondva saját magamnak, nyilván ezért táplálja az emberben azt az érzetet, hogy ugye piaci alapon azért nehezebben lehetne alátámasztani azt, hogy egy-egy cég miért támogat bizonyos csapatokat. Jó, de az tény és való, hogy minden csapatnál megtalálhatóak hasonló támogatók, szóval ez eddig semmi probléma nem volt, hogy ilyen formán támogatják az egyesületeket. Meg ugye nyilván piaci alapon gyakorlatilag a Ferencvároson kívül nem nagyon tudsz támogatni, tehát... És ott, hát ennek is, a vidiprojektnek ott kellene ott most tartani a Tomi, hogy lehessen. De piaci alapon akkor sem érné meg. Mert nincs akkora... Hogyha rendszeresen Európa Liga, meg Bajnokok Ligája szereplő lenne sponsor, a Fehérvár. Ide nem fogsz teladni akkor sem. Akkor a Ferencváros miért? Mert, hát azért, mert a Ferencvárosnak van egy olyan szurkolói bázisa, ott egy merchandisingra már megéri építeni, már meg, ott szemmel látható bevételt generál, például a mezeladás. Annál sokkal nagyobb bevétel jön azért európai kupa részvételekből, de, is. De a videótonnak, hogy a Bolfehérvának ebben volt része. De most a klubról beszélsz, én most a szponzorról, tehát én... Ha most itt egy telekommunikációs cégnek vagyok a vezetője, akkor tehát nem fogsz eladni több mobiltelefont azért, mert te támogatod a Fehérvárt, vagy a Győrt, vagy a Debrecent. De a Ferencvárosnál erre van esélyed. Ott sem hiszem, hogy ez szignifikáns lenne egy nagyméretű telekommunikációs cégnél például, de ott nagyon-nagyon jól mutat, hogy ez látni kell, ez egy 10 milliós ország, ez egy 10 milliós piac, most vedd fel a versenyt, tényleg akár az olasz piaccal, akár a némettel, egészen más, ugye éppen ezért van folyamatosan beszélgetés arról, hogy tök jó lenne egy ilyen közép-európai, mint a Hoki Liga, ahol gyakorlatilag bővíted a piacot. De a Ferencvárosnál is az első igazi szponzorok még a telekommunikációban jött el, a fővárosi önkormányzati cégek, szállítmányozási cég, tisztító cég, tehát ott is nem éreztem igazán a piaci lapot, de most már a Tamásnak abban igaza van, nemzetközi szereplések hatására, ott egy kicsit átrendeződés van, de még ott sem vagyok biztos abban, hogy marketing értékben ér annyit, mint amennyit esetleg fizetnek. Én meg nem tudom, hogy nem tudom, hogy a támogatók többsége, bocsánat, ott is annak kapcsán érkezik a Ferencvároshoz, hogy van egy olyan markáns vezetője, aki össze tudja kötni ezeket a szálakat, és nyilván üzletileg megtalálja mindenki a saját hasznát az egész történetben. De 2020-ig azt ne felejtsük el, hogy azért a Fehérvár együtt ment a Ferencvárossal, és mindig a Ferencvároshoz is mérte magát, akár hazai szinten, akár nemzetközi viszonylatban is. És onnan kezdődött el az, hogy tulajdonképpen az elmúlt években folyamatosan lépett vissza a Fehérvár, aminek az egy nagyon nagy szelete az is, hogyha itt már bevételekről beszélünk, még nem feltétlenül abból van a fő bevétel, hogy hány meszt adnak el, hiszen a bevételeknek, a forrásoknak azért van egy másik markáns lába. Például a Fehérvár esetében minden lehetett volna a nevelés és a játékos eladás. Ha folyamatosan szerepel nemzetközi szinten, akkor folyamatosan tud játékosokat értékesíteni. Viszont a Fehérvárnál az elmúlt 7 évben költöttek 12 millió eurót játékosokra, 10 milliót vettek ki magyarul, szinte plusz-minusz nullán van a játékosokra, a csapatra fordított összeg. A Ferencvárosnál ez egy hatalmas szám, nyilván fölfele, mert a Ferencvárosnál jöttek olyan bevételek, amit vissza tudta forgatni. Már a Puskás Akadémia is jóval többet költött az elmúlt időszakban a csapat építésére, mint a Fehérvár. Szóval ez az értetlen, hogy nincs, én ezért mondom, hogy vezetői szinten voltak rosszabb döntések, mert nincs meg az a koncepció, hogy akkor most mi is szeretnénk csinálni. Akkor mi most egy csapatot építünk, és ebbe, visszaforgatjuk a pénzt? Vagy... Ebbe belekapaszkodva mi is sokszor beszéltünk a vezetői szintű problémákról, és hát ennél világosabban valóban senki nem mutatja, hogy itt, mintha ki sem lett volna adva a jelszó, a koncepció, vagy rá volt bízva olyan emberekre, akik pedig nem mertek, vagy nem akartak jó döntést hozni. Ugye Székesfehérvár polgármesterének elég sokat citált posztjai voltak a közösségi médiában itt a szezon hajrájában, a legutóbbit, tényleg legutóbb épp a Nemzeti Sport főszerkesztője szedte ízekre, egyébként számomra elég érthetetlen módon. Ezekben ugye Cserpakovics András valóban ezt az elkötelezettséget, a kötődést, a szakmai vezetés hiányát veti fel,
mondom, persze ő nem az olyan szurkoló, mint akár mi itt az asztalnál, nyilván erősebb hatása van az ő hangjának. Szóval, hogy ezért nem tudom, hogy mit üzen ez a mostani változás, mert Garancsi Istvánnak gyakorlatilag nem halljuk szavát, nem nyilatkozik, semmiféle módon nem ismerjük az ő szándékait. A Ferencvárossal összehasonlítva azért ott Kubatov Gábor nem ritkán, és nem is csak a futballcsapat kapcsán ugye elég hangzatos és határozott kijelentéseket tesz, amelyek irányába valószínűleg el is várja, hogy az alkalmazottak, akár a vezető beosztásúak megtegyék a megfelelő lépéseket. Nem hiszem, hogy Garancsi István úgy nőtt föl, hogy Fehérvár szurkoló, még Kubatov Gábor életében gyakorlatilag számít, a születésétől fogva szerepet játszik a Ferencváros és a Ferencváros szeretete. De ettől még, mint üzletember, akinek van egy nagyon sokat érő brand a birtokában, a tulajdonában, akár az érzelmi kötődés hiányában is hozhatna, sőt kellene, hogy hozzon racionális döntéseket, utat kijelölni, olyan szakembereket megbízni, és mintha ezt nem látnánk itt Fehérváron, és ezért van benne most egy nagy kérdőjel, hogy lehet itt állami akaratról beszélni, meg hogy majd úgy se engedik el a Vidi kezét, meg hogy ez Orbán Viktor kedvenc csapata, mindent ismerünk, minden ilyen érvet. Ki lesz az, aki most azt mondja, hogy már pedig akkor ne aggódjanak a csapatért szurkolók, ne aggódjanak a csapatban dolgozók, mert majd valaki más hasonló nagyságrendű. Mondják ugye ezt a négy karikás autómárkát, hogy érkezik, és lehet, hogy eljövétel lenne kezdőkör, vagy két hét múlva, akkor arról beszélhetnénk, hogy megjelent ez az automárka, beugrott a MOL helyére, és lehet, hogy másfélszer akkora összeggel támogatja, vagy nagyon büzé. Le lesz tiltva. Én azért nem vagyok ebbe biztos, mert amikor átadták a Győri stadiont Tarsoly Csaba vezetésével, az egyes számú boxot átvette a cég nem magyar, hanem a német cég vezérigazgatója az egyes boxot. Aztán abból igazából nem lett semmi, beleszálltak a női kézilabdába, ami nagyon drága ezen a szinten, de még mindig lényegesen olcsóbb, mint egy nemzetközi szintű futballcsapat. Tehát Tarsoly Csaba víziója az volt, hogy egy multifunkciós bevásárlóközpont fölépítette, szerda-szombat bajnokok ligája, tele stadion, tovább építhető 32 ezeresre, hogyha foci EB lesz, és ebből nem történt semmi. Ez a négy karika, ami nem olimpiai öt karika, ők bent vannak a futballban, a Bayern Münchennél, a tulajdonosi szerkezetben, a Red Bull csoportnál szintén. Én nehezen tudom elképzelni, hogy... A színek már stimmelnek akkor gyakorlatilag. Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar futballban ők szerepet akarnak vállalni. Tehát ismétlem, itt mindannyian csak találgatunk, mint ahogy gondolkodtam ezen, hogy bejelenti a MOL, hogy távozik. Lehet, hogy Garancsi István távozik, a MOL visszatér. Lehet, hogy Garancsi István megy máshova, lehet, hogy a MOL megy máshova. Tehát ez szerintem egy sok ismeretlenes sakjátszma, ahol nagyon-nagyon kevesen tudják a végkifejletet, azt még talán ők sem, de hogy pillanatnyilag hol áll a történet, azt meg aztán tényleg csak úgy gondolom három ember. Jó, hogy van idő, mert csak, ja nem. Hát egyébként... Ebben egyébként ez a veszélyes. És ebben a legszörnyűbb szerintem a nevezik így a nem megbánt őket az egyszerű dolgozóknak, hogy most tényleg mi lesz. Hát mert... ezt mondom, hogy például akik a Vidi honlapjánál dolgoznak, ismerünk jó pár embert onnan, kollégát is, gyakorlatilag nem kis nyomás alatt dolgozva teszem hozzá, hiszen napról napra kellett a tartalmat előállítani egy klub megfelelő rajongótáborának, és amikor 4-5 napig szilencium van, és nyilván azt mondják nekik, hogy most nincs semmit, nem kell, menjetek el szabadságra, vagy csak gyertek be, de nem jelentetünk meg semmit, ez maga lehet tényleg ez a fagyos létbizonytalanság, és még mindig ez csak egy nagyon kicsi szegmens ahhoz képest, hogy mondjuk van egy 2000 fős állandó szurkolótábor, hogy van egy érdeklődő nagy futballközeg, és főleg azokhoz a magasságokhoz képest, ami most már tényleg hihetetlen, hogy ez a csapat azért itt háromszor bajnokságot nyert, Európa Liga főtábláján szerepelt, Magyar Kupát nyert, és hogy Jani is mondta, a Ferencváros első számú kihívója volt, még nagyon is belátható időn belül. Ezek azért szerintem még egészségileg sem könnyen megemészhető magasságok és mélységek ilyen rövid időn belül. Visszatérve még a piroskékben dolgozó kollégákra, akik óriási, nagyszerű helyzetben vannak a két héttel ezelőttihez képest, hiszen három hete még attól tartottak, ha ez a klub MB2-es, akkor biztosan elvesztik az állásukat, mert nyilván egy MB2-es honlap, egy MB2-es marketing, merchandising, az még kevés. Mint ahogy a játékos keret nagy része is így volt. Így van, tehát ahhoz képest nekik biztosan lesz állásuk, aztán hogy mit, hogyan kommunikálnak a folytatásban, ez valóban nem egyszerű játék momentán. Hát meg mire számíthatunk szakmailag? Nyilván a kirakat az a futballcsapat. Egy olyan helyzetben, ahol bizonytalan a háttér, és már réges-rég azon kellene dolgozni, hogy
milyen stratégia mentén, milyen tradíciók mentén, hogyan építünk fel egy csapatot, ott nem tudjuk, hogy miből tudunk felépíteni, nem tudjuk, hogy mennyiből tudunk, és hogy egyáltalán kivel. Hogyha egy picit belemegyünk részleteibe is, például számomra azért az egyértelműen kivilágosodott itt a bajnokság második felében, elismerve Grezsáknak a mindenféle múltját, képességét és szaktudását, de hogy az ő általa elképzelt filozófia az abszolút nem illeszkedik a fehérvári futballjához. Szóval az, hogy nem fogunk támadni, védekezni fogunk ilyen kerettel, minden rizikót mellőzünk, és nem mutatjuk meg azt, hogy tulajdonképpen mi az az építkezési folyamat, ahova eljutott eddig a Fehérvár, az azt mutatta, hogy nyártól, amikor újra ezt várná el tőlük mindenki, ez vele nagyon nehezen elképzelhető. De ez nem egy kényszerhelyzet? És akkor, ha jön új edző, akkor megint másképp kell összeállítani a csapatot. Akkor hogy igazolsz most már játékosokat, edzőt, stb. Szóval annyi bizonytalanság van szakmailag is, és szerintem ez a fontos a szurkolók számára, a helyiek számára. Igen, csak szerintem Zselákról nem derült ki, hogy jó edző vagy nem, és egyébként mit akar ezzel a csapattal. Az látszott szerintem, hogy ő fölismerte, amit mondjuk Huszti Szabolcs nem ismert föl, hogy ezzel a csapattal, ebben a helyzetben, ebben a bajnokságban nem lehet és nem szabad nekiesni az ellenfélnek. A második legerősebb keretű csapattal? Mert de ez szerint az, hogy nem gondolom, hogy az igen, a második legerősebb keret. Bőségesen. Tehát Euróba lehet? Mert játéktudásban is. Hát azt nem tudom. De az biztos, hogy onnantól kezdve, hogy a kiesés ellen harcolsz, és gyakorlatilag a hatodiktól lefele mindenki védekezik, és te vagy az egyetlen a 11. helyen, aki próbál támadni, egyszer kinyílsz hátul, kapsz egy gólt, és azt meg láttuk, hogy ez a csapat ez nem volt hátul stabil, főleg Huszti alatt nem. Hát a Paksi ezt mondta, aztán 6 mérkőzés megnyert egymás után, mert támadtak egy picit. Szóval azért nyilván lehet másik oldalon is, vagy akár el lehet említeni az újpesti Zalaegerszeget, aki fiatalokkal támadott. Végül magyar mentalitás az általában kudarc kerülő. És az NB1-ben is így van, a csapatok többség. Ugye, ha megnézzük az egész bajnokságot, az átlagos helyzet kialakítás mérkőzésenként átlagban 10 alatt van. Ez egy borzalmasan alacsony szám. Itt mindenki védekezik, és izgul, hogy nehogy kirúgják. Valószínűleg emiatt az említett lebonyolítás miatt is, igen, hogy itt egy-két vereséggel ott találhatod magad a vonal vagy közelében. Ebben szocializálódott mindenki. Igen. Szerintem sokkal inkább régről jövő. Viszont ez nem csak a focira igaz. Csetőről mondta nekem annak idején, hogy egy 12-es, ami egyébként vicc, tehát ez 14, de 16-nak kéne lennie ismét, hogy kicsit bátrabb legyen a foci. Azt mondta, hogy egy magyar edzőnek van 4 meccse, jó esetben 5, és elvárják annak idén, akkor dolgozott Győrben, aztán dolgozott Pakson jó néhány helyen. Azt mondta, hogy velünk szemben az a türelem nincs meg, idehoznak egy külföldit, hogy annak idén volt portugál edzője a Debrecennek, 3 döntetlen és 7 vereség. És Herceg András mondta nekem, hogy szerinted melyik magyar kolléga tudna ezt még védeni a kispadot ezzel, hogy ilyen keveset nyer, sőt nem is nyer, és a legutolsó pillanatban őt ültették le, és őt lett kénytelen akkor harmadszor bent tartani a Debrecen. Sertőről mondta azt, hogy valahogy az első 5 meccset húzd ki valahogy, nyerjél egyet, legyen 3 döntetlened, kikapsz egyet, kicsit megnyugodhatsz, és megpróbálhatsz focizni. De itt a túlélésről szól egy magyar ember szám, egy magyar edző számára, hiszen annyira kevesen és annyira kevés az NB1-es kispad. És ha vereséget szenvedsz, kikapsz, utána 2 évig biztos nem jutsz szóba az élvonalban, el kell menned lehet, hogy az NB3-ba. Tehát ott tulajdonképpen a bajnoki kiírás is a vesztét okozza ezeknek a trénereknek, hogy meg se próbál látványos focit játszatni, mert úgy gondolja, hogy valahogy éljük túl a szezon elejét. Laci, de ezt nem gondolod azt, hogy pont ezért vezet az oda, hogy a magyar edzők közül mindenki egy sabló lesz. Mindenki ugyanazt csinálja, senki nem tud kitűnni ebből az egész közegből, mert mindenki csak a biztos, mert a másik, ami nekem ebben az egész rendszerben fáj, az, hogy ezzel mit üzensz a fiataloknak. Ne vállaljál fel egy cselt, ne ütközzél, ne legyél kezdeményező, ne legyél szabad. Szóval hogy akarsz így nemzetközi szinten előrébb lépni, hogy akarsz így megfelelő mennyiségű játékos biztosítani Marco Rossinak, hogyha eleve 0 éves kortól 20 éves korig arra neveled, és azt mutatod példaként, hogy te nem vagy jó semmibe, te arra vagy jó, hogy védekezzél, és elronsd másoknak a játékát. Hát ebben volt ugye üdítő kivétel a Kecskemét az idén, és nem csak azért szerették őket, mert mindig szeretjük az outsidereket, akik váratlanul megfricskázzák a nagyokat, hanem mert ők valóban felvállaltak valami ilyesmit, de persze Bognár Gyurinak a paksát is lehet mondani, aki pedig hát a nehéz tüzérsége, mert ott 100 kiló alatt nincs határ, ugye most már évtizedekre visszamenőleg lassan, de valami hasonló, de legalább felvállal. De egyébként az amit ugye itt felvetettél, hogy mit üzennünk a fiataloknak, néhány héttel ezelőtt
volt szerencsém nagyon röviden beszélgetni Zvonimir Bobánnal, és föltettem neki a kérdést, hogy mi a különbség a horvát és a magyar fiatal képzés között. És elmondta, hogy amikor ő volt gyerek, akkor, és a mai napig ez van a horvátoknál, akkor azért jár a gratuláció a 10-11-12 éves korba, ha megmered húzni a cselt. És ezt tanítják, hogy vállalt fel a kockázatot, és mondta, hogy ez nyilván járt Magyarországon, látja, hogy itt meg nálunk az van, hogy a taktika. És mondta, hogy ő megmerte húzni a cselt, elment a Milánba, és 3 hónap alatt megtanulta a taktikát. Felnőtt játékosként. A legbonyolultabb taktika országában. Jó, szeretnék beszélni persze még a Bajnokok Ligájáról is, úgyhogy nem akarom végletekig vagy végsőkig húzni ezt a témát. Érdekel, hogy szerintetek mi lesz itt a forgatókönyv. Nyilván maximum tippelni tudunk, a találgatásokról már beszéltünk, hogy miket lehet hallani. De vajon végképp leáldozott-e annak a kornak a fehérvári labdarúgásban, amikor még remény szintjén megvolt, hogy európai csoportkörbe rendszeresen kilépő, a Ferencvárossal versenyző, de legalábbis a magyar dobogóért mindenképpen harcban lévő csapatról beszéljünk. Ez a korszak ez most végleg lezárult, és akkor lehet abba bízni, hogy ahogy a Debrecen egyik évben még MB2-es, másik évben dobogós, ahogy a Kecskemét egyik évben feljut, másik évben már ezüstérmes, hogy úgy kijön majd egy-egy szezonban, vagy ennél azért lehetnek itt merészebb tervek, álmok? Szerintem lehet, különben azért még ez nem került annyira távolra. Az én szememben és szívemben még mindig a Fehérvár a második legerősebb magyar csapat jelen pillanatban is. Nyilván abban nem bízom feltétlen, hogy ennek már jövőre is meg lesz az eredménye, de ha elkezdődne most egy olyan átalakítás és egy olyan tudatos építkezés, akkor bőségesen benne van. Hát meglátjuk, hogy elkezdődik-e. Egyébként nem titok, hát Krutka Jani esetében abszolút, de hát sajnos tévénézőink egy része is tudja, hogy másik vendégünk is erős zöld-fehér érzelmeket táplál. Laci. Nevelhetése óta. Nem, Laci erre húzódott. Laci, miért itt voltad az erre húzódott. Ő a Paksnak az zöld-fehér. Meg Siófok. Egyébként kiáll a gratuláció tényleg nem csak a futballcsapat bajnoki címéért és európai kupa szezonjáért, hanem ezért a fergeteges női kézilabda bajnokok ligája döntőért is, ami 20 000 nézővel ugye világcsúcsot döntött, és hát itt is a Ferencváros okozta a két zöld-fehér csapat közül a kellemesebb meglepetést. Nehéz szívedek ki kell mondani, hogy tényleg van, amiben a Fradi példát mutat, de mikor jut vajon arra a szintre, akármelyik magyar csapat, elsődlegesen most nyilván a Ferencváros ez, hogy a Bajnokok Ligájában mondjuk tavasszal érintett legyen. Következik ugye előbb még egy konferencia liga döntő, ami önmagában nyilván azért esemény az európai futballban, de hát mégiscsak a megkoronázása a szezonnak az a Manchester City Inter BL döntő lesz majd szombaton. És hát ha már ennyi futballban járatos ember van, nem tudom, hogy van a ti emléketekben a közelmúltból mondjuk egy évtizedre visszamenőleg olyan Bajnokok Ligája döntő, ahol ennyire egyértelműen le lehetett írni az esélyeket, és mondhatjuk, hogy óriási szenzáció lenne, ha nem az egyik csapat nyerni, amelyikre mindenki gondol. Ugye azt szoktuk meg, hogy ide tényleg ugyanaz az 5-6 csapat jut el, de azok bármit tudnak egymással játszani. Még egy Liverpool-Tottenhamnél volt az, hogy tényleg, de ott meg két angol csapatot megint azt mondott, hogy egy meccsen köztük bármi megtörténhet. Itt van egy City, amelyik a világot uralja, gyakorlatilag mindent megnyert eddig, ahol elindult ebben a szezonban. Volt annak idén az a Barcelona Manchester United, amikor a Messi gólt fejelt, azon az ember meglepődött. De azért tényleg ennyire egyértelmű? Tehát, hogy értem, hogy a City a totális futball, viszont az olaszok pedig a totális futballgyilkolás képességével rendelkeznek, és tulajdonképpen miért ne hozhatnának ez, le? Ez az egy esélyük van. Nyilván ez a kérdés, hogy ahogy 2010-ben Mourinho Intere az egyébként topon lévő Guardiola féle Barcelonát meg tudta gyilkolni egy borzasztó buszbetolós, nézhetetlen, de nagyon céltudatos futballal, és bejutni a döntőbe, ahol aztán már sokkal attraktívabb módon, de a Bayern Münchent is legyőzte. Ugye ez az Inter meg tudja állítani a City egyébként gyilkos gépezetét, és messze nem csak Haalandról van szó. 2 évvel ezelőtt játszották a Chelsea-vel azt a döntőt, amit Havertz góljával aztán megnyert a Chelsea jobb játékain, és akkor is jobbnak éreztem a City állományát, csak akkor Tuchelt gondoltam akkora taktikusnak, hogy meg tudja fricskázni Guardiolát, és sikerült is. Mint ahogy a tavalyi döntőt is én két nagyon jó csapat találkozójának gondoltam, ott Vinicius zsenialitásával nyert a Real Madrid. Én most sem gondolom azt, hogy az Inter teljesen esélytelen lenne, mint ahogy Simone Inzaghi, végignéztem a karrierét, az övét és a testvérét is.
Tehát edzőként ez az ember nem ügyetlen, tehát tulajdonképpen másfél éve dolgozik az Internél, és szerintem nagyon tisztességes. Ez egy szép dicséret egy Bajnokok Ligája döntős edző iránt. Nem ügyetlen. Tőle, Laci, szerintem. Igen, tehát játékosként, bár a Lációban játszott 11 évet, nem volt akkor is, összesen háromszor volt válogatott, míg a testvére nagyon sokszor, ő a Milánnal mindent megnyert. De én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes döntő lehet, meg tényleg 90 perc alatt minden kiderülhet, és én szurkolok most az Internek. Úgy konferáltad fel, hogy a mindent megnyerő Manchester City játszik az Inter ellen. Úgy is felkonferálhatod volna, hogy a mindent megnyerő Inter játszik a Manchester City ellen, mert ugyanolyan eredménysorra rendelkeznek idén. Ha megnézzük például azt, hogy a legutóbbi 12 mérkőzésükön ugye csak a Napoli tudta megverni őket úgy, hogy akkor az Inter azért már nem vette feltétlen komolyan, hiszen teljesen más platformra fordította a figyelmét és az erejét. Ráadásul ugye megnyerték az olasz kupát, megnyerték a kupadöntőt idén a szuperkupában, ami ugye távol vagy közel-keleten volt, bocsánat. Tavaly is ugyanúgy megnyerték a kupát és a szuperkupát, szóval az Interre és Inzaghira főleg, aki korábban a Lációval is nyert két kupát, elmondható. Sőt, még hozzáteszem, hogy bajnoki címet ugye nem nyert, de a Lációnál az U19 csapattal, ugye Primavérával kezdte a pályafutását, velük is nyert két kupát, szóval ő abszolút egy kupaspecialista edző. Szóval valamiben lehet kapaszkodni, az valóban az, hogy ő nem nagyon veszített, még azt hiszem egy vesztes párharca van egész pályafutása alatt a kupában. Szóval ez azért egy nagyon-nagyon komoly mérleg a kiesési szakaszban. Ez így van, és majd úgyhogy gondolom, hogy adatokkal is készül, mert az engem az érdeke, hogy tényleg itt a mondjuk a eurókba kifejezett értékei milyen brutális eltérés mutatnak a két csapatok, azzal együtt is, hogy Olaszország élcsapatát nyilván nem lehet azért egy szegény legénynek titulálni, de nagyon-nagyon sokszor beszéltünk olyasmiről az előző szezonokban, ami messze túl van ezen az anyagi világon, az a bizonyos DNS, az a bizonyos mi van a falakban, és hogyha abból indulunk ki, hogy e közül a két csapat közül nemzetközi kupa, győzelem, rutin, döntő terén melyiknek van nagyobb tapasztalata, történelmileg, az nem a City. Nem. Az nem a City, és erre írta egyébként valaki, bocsánat, hogy nem emlékszem. De most a 60-as évekről beszélünk? Igen, tehát pont ezt mondom, hogy a Real Madrid kapcsán sem csak azért mondjuk, hogy mindig, mert az utóbbi évben nem nyert, nem tudom mennyit nyert, hanem mert az a Real Madrid, mert az van a falakban. És azt gondolom, hogy egy meccses kupa döntőben az, hogy ki mennyire remeg meg, kinek mekkora rutinja van abban, hogy itt egy mérkőzésen mit lehet elérni, az azért nagyon sokat számít, hogyha a Milán jutott volna be, vagy ha Real, bocsánat, azt a másik ágról, tehát ha a Real Madrid jutott volna be az Inter ellen, olvastam olyan véleményt, hogy ott aztán azért nem lenne kérdés, mert ott aztán végképp nem kérdés, hogy Real Madrid nem veszít kupadöntőt, nem veszít Bajnokok Ligája döntőt, és a Manchester City összehasonlíthatatlanul kevesebb rutinnal rendelkezik. Ebben ott voltak már többször, megbotlottak a küszöbben, egyszer már a döntőben is, tehát azért bennük lehet, hogy ezt az egy meccset még meg kell nyerni. És egy olyan csapat, amely tönkre tudja tenni adott esetben az ő játékukat, az lehet, hogy ilyen szempontból lélektanilag azért kerülhet fölénybe. Az biztos, hogy ha megnyerik, akkor igaza lesz annak, vagy azoknak, akik azt mondták Haaland leigazolásakor, hogy az utolsó puzzle darabka is a helyére került. Egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy ez igaz, főleg itt a szezon második felében mutatott produkciójuk az egyértelműen ezt támasztja alá, de tényleg egy mérkőzés egy olasz csapat ellen a kupadöntőben, tehát tényleg, amit az elején mondtam, egy totális támadó gépezet, vagy tényleg ez gyakorlatilag egy brutális hadsereg előrefele. Egy tényleg igazából minden hálya megkent védekezni is tudó csapattal szemben. Ez egy roppant érdekes döntő lehet, de lehet, hogy nem lesz látványos. Tehát arra nem számítok. Igen, tehát itt azok fognak majd szerintem jól szórakozni, akik értik a futballt, hogy azon a területen hogy szedték le Haalandet, vagy hogy állították meg Gündoánt, vagy tehát, hogy ezek lesznek. Én továbbra is Carlo Ancelottit tartom a világ legjobb edzőjének, azzal együtt is annak idején kétszer építette újra, és nyerett BL-t a Milánnal, aztán a Reállal is, meg jól dolgozott az Evertonnál, a Chelsea-nél, a Bayern Münchennél Ribéry és Robben megfúrta, mert ők már nem voltak az a kategóriák, és nem fogadták el, hogy már nem kezdenek. Ancelottit nagyon nagyra tartom, azzal együtt, hogy elmérte ezt az elődöntőt. Tehát ott rossz taktikát dolgozott ki, és hogyha egy kicsit is
okosabb azon a meccsen, akkor nem biztos, hogy négy a vége, bár ő arra nem készülhetett fel, hogy a kulcsjátékosai ennyire rossz a Modricot, életemben nem láttam futballozni. Tehát én úgy gondolom, és Guardiola kapcsán valóban ezt azt a taktikát már nem gondolta túl, és érdekes, hogy kétszer nyert BL-t a Barcelona 2009-ben és 2011-ben, a Bayernnél háromszor volt elődöntős, de kikapott kétszer a Real Madrid ellen, és én úgy gondolom, hogy most is nyerhet, az állománya jobb, de tényleg itt ez a egy meccs 90 perc, tényleg, hogy az Iváncsa megverte a Fradit, egy jó paszba lévő Fradit tavaly októberben. Jó, kicsit jó, hogy behúztad ide is a Ferencváros. Hazajöttem a tanyavilágba, de azzal együtt is, és úgy gondolom, hogy tényleg az Inter nyerhet. De nem, itt ez most nem arról szól, hogy mindenki keresi egy picit a kapaszkodókat, hogy mi szólhat az Inter mellett. Igen. Na, pont a Sport TV-ben az előző múlt heti adásban csillagok közöttben volt egy olyan feladat, hogy mindenki állítsa össze a két csapatból, milyen kezdő 11-et tudna kiállítani. És ha őszintén vagyunk, az Interből igazából senki nem férne bele, vagy egy, maximum két játékos a Manchester City kezdőjébe. És ha már beszéltünk Guardiola-ról, azért ahhoz is kell egy zsenialitás, és nekem ez tetszik a legjobban például az idei szezonban, hogy jönnek új játékosok mindig, különben hozzáteszem, a legutóbbi 5 év alapján már az összes többi top csapat Angliába többet költött nettóba, mint a Manchester City, szóval mások is tudtak volna erősíteni, de hogy mindig jönnek új játékosok, és mindig tud egy új taktikát építeni, mindig jelen esetben ugye Hollandra rá tudja szabni az egész rendszerét ennek a Citynek, és mindig úgy tud időzíteni, amit például a Napoli nagyon rosszul csinált Olaszországban, hogy amikorra kell, addigra legyenek top formában a játékosai. Szóval ettől függetlenül, amiket itt próbáltunk sorolni, szerintem a lényeg az, hogy igazából ezt a döntőt a Manchester City tudja elveszíteni. Nyilván meg tudja nehezíteni az Inter a dolgát, de a két csapatot összehasonlítani minőségileg nagyon-nagyon nehéz. Hát ez a 3-2-4-1, azért ez egy brutális taktika. Csinált ugye Stonesból, aki egy tipikus, nem azt mondja, hogy tipikus, mert nem a 70-es évekre gondolok, de egy brit hátvédből csinált egy olyan all-round középpályást, aki adott esetben a támadásokba belép a védő tehetségével, maximálisan szolgálja a középpályát, és gyakorlatilag kulcsembere lett a Citynek. Szerintem ember nem volt, most tényleg nem menjünk bele nagyon szakmai részletekbe, hogy aki azt gondolta volna, hogy ez a játékos abban a pozícióban, és ez egy bábú a sakktáblán. Tehát ez pont mint az a sakkozó, aki egyedül látja meg a 7000 lehetséges lépés közül azt az egyet, amire és senki nem számít. És azt minden más edző látta meg éppenséggel. Igen. És hogy ennek is nem az az üzenete egy picit, hogy annyit támad meg, olyan nyomást gyakorol a City, hogy a védőknek nem egy szemből érkező gyors csatárral, Vinicius Juniorral kell felvenni a futóversenyt, hanem labdát szerezni, pont egy sorral előrébb kell, hogy ne tudjanak egyáltalán már támadásokat sem építeni. És ez lesz a nagy kérdés a döntőben is, hogy az Inter ki tud szabadulni. Persze, neki is van egy Lautaro Martínez, ott is lehet veszélyes helyzet, de hogyha nem fognak tudni támadást építeni, mert olyan nyomás alatt lesznek, akkor nagyon meleg lesz számukra ez a döntő. Hát igazából Jani, ahogy mondott, abszolút igaza van, hogy tényleg ezt a City veszíthetél, és tényleg itt pörgetem végig a neveket, és Lautaro Martínezre gondoltam, hogy ő játszhatna bárhol, de tulajdonképpen a Hollanddal, hogyha összehasonlítjuk, akkor meg... És a Holland cseréjével, a világ minden csapatába kezdő center lenne. Tehát, hogyha a Hollandet nem viszik oda, akkor most arról beszélünk, hogy ez az Álvarezzel felálló Manchester City, ez mennyire jó. Van bajnoki táblázatot? Mert én azt gondolom, hogy Holland egyébként több gólt rúgott, mint az Inter ebben a szezonban, mint ahogy egyébként csapatok sora van, aki. Nyilván túlzás. Azt látom, hogy az Inter Olaszországban meg világviszonylatban is a top bajnokság közül a legtöbb helyzetet, a 16,5 helyzetet. Persze, nyilván túlzás, hogy csak csapatok vannak, akik kevesebb gólt rúgtak, mint Holland, de egymaga, és ugyan, van egy olyan cseréje. Chelsea, mondjuk, ez egy olyan. A City kapcsán kezdtem azt érezni, mint évekig, hogy Abramovics addig pakolta pénzt a Chelsea-be, amíg nyertek egy BL-t, és nyertek még egyet. És amikor lehet, hogy most jött el a pillanat rá a City kapcsán, hogy már addig pakolták, hogy most már eljött az ideje. Minden esetre ugye ez a klasszikus triplázás, ami az angol kluboknál Fergusonnak sikerült a legendás 99-es szezonban, ugye bajnoki cím, FA Kupa, Bajnokok Ligája, nem kis mázlival, de gyakorlatilag minden idők legemlékezetesebb. Hát aki azt a döntőt még egyszer visszanézni, Tomi, az ezt alátámasztja. De ettől függetlenül tényleg ez egy sporttörténelmi tett. Most hirtelen nem tudom, hogy a 2010-es Inter Mourinhoval megcsinálta-e ugyanazt, ott nem emlékszem, hogy az olasz kupát behúzták-e, de ez a fajta triplázás európai csapatnak azért tényleg lehet mondani, hogy mondjuk így negyed századonként egyszer-kétszer jön össze.
És hát most itt áll a küszöbén, és Guardiolához még egy gondolat, ő maga mondta azt, és kivételesen nem vele vicceltek, azt hiszem talán a Real Madrid elleni visszavágó előtt, hogy nyugi, most nem fogom túl gondolni. Mert éveken át cipelte azt a, talán a zseniknek azt a terhét, hogy ő mindig be is akarta bizonyítani, hogy egy zseni, és mindig akart valami nagyon váratlant, ami rendre rosszul sült el, vagy legalábbis benne hagyta az emberben a kételyt, hogyha ő tényleg csak hagyja úgy focizni a csapatát, ahogy tud, akkor lehet, hogy a Citynek már meg lenne azért ez a Bajnokok Ligája győzelem. Hát egyébként Ancelottinak pont ezt nem kellett volna, mert ő pedig ugye híres, főleg ennél a Madridnál hagyja, hogy játszanak a játékosai, hogy lehet, hogy most ki kellett volna dolgozni egy komolyabb taktikát a Zitihát beli visszavágóra, és akkor talán lett volna némi esély arra, hogy 20 perc alatt ne 13 passza legyen. Én úgy voltam vele egyébként az első, a Real Madrid City, tehát az első mérkőzés második fél idejében, amikor egyébként érdekes módon, ugye akkor kapta volt a Real Madrid, de sokkal jobban futballozott a Citynél, hogy ott mutatta meg egy csapat, hogy lehet ez ellen a City ellen még dominálni is, lehet még labdát birtokolni is, és lehet veszélyesen futballozni, de Real Madridnak kell lenni hozzá. Azért ez a Real Madrid még ezzel a számára elég gyengére sikerült szezonnal együtt vagy is. Vagy Brentfordnak. A Brentford oda-vissza. Igen, szóval azért akárhogy is nézzük, ez egy óriási szenzáció lenne. Meglátjuk, hogy lesz-e. Az argentinokhoz még annyit, én rettenetesen nem örültem neki, hogy ők megnyerték a világbajnokságot, de minthogyha ott valaki kifeszített volna egy ilyen védőhálót az argentin futball fölé, és Lautaro Martínezt említettétek, szerintem az Inter is gyakorlatilag ebben az argentin csodában bízhat. Nincs ugye a Messiük az Internek, de valahogy az argentinoknak nagyon ad a gép azóta. És hát, ha most is valami argentin csoda bekövetkezik. Mert a Messi, francia bajnok lett, hogy mire gondolod? Tulajdonképpen mondom, Guardiolának kiállna a BL arany, hiszen a Bayern Müncheni visszacsatolva, hogy 3 év, 3 elődöntő, az, hogy a német bajnokságot, kupát megnyeri, az normális volt, és egy klubvilágbajnokságot tudott nyerni, de az se igazából ő nyerte, hanem Jupp Heynckes BL győzelme után következett ő a kispadon, és lendületből vitte tovább azt a csapatot. De hát egy érdekes dolog következik. Én mondom, korán sem találom annyira lefutottnak ezt a döntőt, mint nagyon sokan. Meg nagyon érdekes, szerintem a mérkőzés alakulása. Hogy esetleg ugye ott az kezdeti ismerkedés után esetleg beakad egy intergól, mert az gyakorlatilag onnantól kezdve azt jelenti, hogy 13 emberrel védekezik majd az Inter, mert más esélye nem lesz. Vagy hát ugye az előző adásunk óta történt egyébként ez a budapesti Európa Liga döntő, amit nem tárgyaltunk, mert nem is fogunk már kitárgyalni, de az nagyjából bebizonyította, hogy az utolsó utáni perc utáni 10 percig ki lehet húzni azzal, hogy nem akarok semmit, nem akarok nyerni, nem akarok kikapni, nem akarok védekezni, vagy nem akarok, csak védekezni akarok. De aztán a 11-esek máshogy döntöttek. Én azt hiszem, hogy ha meg is fogja próbálni az Inter, és ha azt is gondoljuk, hogy ez az egyetlen esélye, muszáj lesz nekik futballozni is ezen a döntőn. Szerintem ez egy nagyon jó példa volt különben az Internek, mert hogy az Európa Liga, hozzáteszem még egyszer, már előbb mondtam, hogy nekem nagyon tetszett a taktikai része, hogy számomra azt hozta, hogy először láttam olyat, hogy minden egyes pályán és pályán kívül lévő dolgot megkomponáltak előre, és nagyon tudatosan, azért a minimális esélyért, mert a végére azért nagyon elfogyott a Róma, nyilván nem voltak cseréje, nem voltak olyan minőségű játékosai, rengeteg sérültjük volt már korábban, és ugye 6-8 játékosokat rotáltak fordulókét, meg a nemzetközi kupákban. Szóval, hogy annyira megszervezte és megtervezte Mourinho minden pici apró lépést, ami egyetlen egy cél szolgált, hogy hogyan lehet megnyerni ezt a döntőt. Persze, én sem nézem szívesen, amikor 5-5-szörre mennek át reklamálni, befutnak a pályára, fetreng, meg mit tudom én, de ez egy színház volt. Ez erről szólt, hogy azt a legkisebb esélyt, ami még maradt nekik ezen a találkozón, azt megfogni és feláldozni mindent azért, hogy te megnyerd a döntőt. Persze a végén ez nem jött össze, és látszott a két csapat játékos keretek közötti különbség és minőségi különbség, de Mourinho azt elmondhatja, hogy ő aztán mindent megtett. És ha az Inter ezt megteszi... És sportszerűen elismerte a vereséget, és megverte a reptéren a bírót. Az majdnem, igen. Kis túlzással. Szóval ha Inter is ennyire pontosan fog tervezni, akkor valóban lehetnek nehéz pillanatai a Citynek. Hát meglátjuk, köszönöm szépen a mai beszélgetést is, és a döntőt is meglátjuk, ugye idén még azon a csatornán, amin majd 2024-től már nem. Ez is egy jó téma volt ezen a héten, de sajnos már nem jutott időnk kitárgyalni. Csak nem merted.
Egy biztos, hogy nyár végétől a kezdőkört előfizetés nélkül itt láthatják a Fehérvár televízióban, remélhetőleg hasonló jó beszélgetésekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szépen. Köszönöm a figyelmet, kedves gyarok mindenkinek, azért a fehérvári sport történéseit figyeljék és kísérjék figyelemmel nálunk. Viszontlátásra! Press start. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.